A rendezvény mára már rangos gasztró és kulturális rendezvényé nőtte ki magát. Ez a csapat, a Karcagi Békafőzők Egyesülete, az a csapat, aki az ország szinte minden részén megtalálható, ott van minden nemzeti ünnepünkön Budapesten, és megfőzik a kis kasba, a kis birkapőkötyekre kajáikat, mindenfogy, fantasztikusan főznek. Az idéni színes programokban bővelkedő háromnapos rendezvényen 120 kondérnyi birkapörköltel és zenés eseményekkel készültek a szervezők a Petőfi téren. A rendezvény kezdetén egy igazi csikósna meg tárogató játékát hívogatta az eseményre érkezőket. Bemutatók, gyermekprogramok és számos kísérőprogram is várta a fesztiválozókat. Szombat este 8 órától pedig Horváth Tamás koncertezett a rendezvény nagy színpadán. A Kevi Juhász Fesztivál a térség kiemelkedő hagyományőrző gasztronómiai és turisztikai rendezvénye volt. Az országosan ismert eseményen a Karcagival ellentétben itt Bográcsban főttek a birkapörköltek. Mert ez inkább karcagi, igen, turkemény. Igen, ez karcagi. Ez inkább. Ebben most igazad van. Ez ránézésre. Meg is kóstolhatjuk. Továbbá készültek más tejjellegű ételek is. A fesztiválon birkanyíró bemutatóval és különféle színpadi programokkal is várták az érdeklődőket.